Jó estét kívánok, köszönöm szépen. Hát borzasztóan örülök neki, hogy itt lehetek, mint mindig. Szerintem örüljenek önök is, hogy itt lehetnek, és nem például Pest Erzsébeten a Bözsi fogadóban, ami egyébként egy létező hely volt, azért merem csak így névvel, helyrajzi számmal elmesélni, mert azóta azt már lebontották, beszántották, felhintették sóval. Csak nem biztos, hogy ebben a sorrendben, de a 90-es évek közepén én 3 évig, illetve hát 3 nyáron keresztül dolgoztam ott nyári diákmunkásként, mint kisegítő felszolgáló, és fantasztikus kollégákkal találkoztam. Ott volt például Béla nevű szakács, aki egy ilyen hórihorgas, borzasztó, ideges ember volt. Tehát ő úgy kezdte a munkanapot, hogy már a plafonon, és onnan nagyon könnyű volt felbaszni, még egy-egy rossz mozdulattal, rossz szóval. Tehát én azt a 3 nyarat úgy töltöttem el, hogy Bélától való rettegésben így jártam dolgozni. És mi általában este 10 órakor zártunk, és egyik nap, amikor egész nap nem volt vendég, mint általában mindig, 9 óra 55 perckor, 5 perccel zárás előtt, hát Béla addigra már felnyalta az egész konyhát, ragyogtak a padlólapok, csillogott, villogott minden inox felület, Béla éppen készült civilbe átöltözni, amikor is a kertkapun belépett egy fiatal párocska, mert én elmulasztottam 4 perccel korábban 6 riglire rázárni a kaput. Béla haragjától rettegve azonnal szaladtam eléjük, hogy hát ez kurvára félreértés lesz, sajnos zárva vagyunk. De szerintem ezt hallották ők is, mert én is hallottam a hátam mögül a konyha felől Béla hangját, hogy persze, hülye gyerek, hagyjad nyitva a kaput, hagyj jöjjön be a paraszt zabálni. Szaladtam eléjük, mondom, elnézést, sajnos 10-kor zárunk, és így néz rám a csávó, első randiaik egyike lehetett, mert nagyon hepciás volt a faszi, gondolom meg akarta mutatni, hogy ki az úr a háznál, és így néz rám, azt mondja, és 9 óra 55 van. Akkor? Hát mondom, akkor bazd meg, te mész be Bélához a konyhára, te kéred ki magadnak a kaját, hogy én be nem teszem oda a lábam, az egészen biztos. De mondom, fáradjanak be, akkor foglaljanak helyet. Gondoltam, stratégiát váltok, megkínálom őket itallal, hát ha az alatt sikerül őket lebeszélni a vacsoráról. Mondom, bárhova helyet lehet foglalni, amint látják, minden szék, minden asztal szabad, hiszen éppen zárni készülünk, mint már említettem volt. Helyet foglaltak, és ott még arcizmom se rebbent, mert már akkor is profi voltam, amikor a hölgy kért egy cappuccinót. 90-es évek közepén bazd meg egy cappuccinót, tehát... Ott még nem röhögtem, mert nem mondom, hogy nem hallottam ennél durvábbat. Nem is kell messze mennünk. Hatházi Laci kollégám nézte egyszer egy pizzériába, így nézi az étlapot, és mondja, hogy milyen érdekes, hogy a pizza olasz étel, de hogy ő mégis lát itt valami spanyol specialitást, hogy milyen lehet ez a pizza pakalosz. És áll mellette a pincér, azt mondja, hogy legyen erős uram, az pacalos pizza. Úgyhogy oda ő már nem nagyon jár. Nem is várják szerintem. Szóval mondom, a cappuccinót még kibírtam röhögés nélkül, de azért csak úgy ott volt a nyelvem hegyén, hogy sajnos kifogytunk a cappuccinóból. Csak latte macchiatót tudok hozni. Nem mondom, ennél nagyobb sújtást nem kapok, de a faszi megkérte egy lifetot. Ahol azért már úgy közelebb léptem, kérem. Úgy megerőltettem magam, bementem a pult mögé, és ilyen nagyon gonterhelt arcot felvéve, így néztem lefelé, mintha valamit keresnék, legugoltam a pult mögé, néma csendben könnyezve röhögtem 4,5 percig, kitörölgettem a könnyeimet, és annyira nyerekben éreztem magam, hogy mikor kivittem nekik, még vissza is ismételtem, hogy akkor a hölgynek a cappuccino, az úrnak pedig a lift. És nem sikerült őket lebeszélnem a vacsoráról, mondom, ha már ennyire ragaszkodnak hozzá, akkor mégis mit ennének, azt mondja a faszi, mit ajánlok. Mondom, én? Én személy szerint a Burger Kinget itt 2 sarokkal arrébb, mert egyrészt ők még nyitva vannak, másrészt nem Béla a szakács, harmadrészt nem nekem kell kikérnem. De mondom, nagyon tudom ajánlani a brassói aprópecsenyét, illetve a borjú paprikást galuskával, mert pontosan tudtam, hogy azok mint egy 1,5 hónapja készen állnak a hűtőben. Térdelő rajtban csak arra várnak, hogy valaki kihúzza a vajlingot nagy kanállal, mély tányérra. Pici mélyhűtött nokedli be a mikróba, egyél paraszt. Kecsegét kértek zöldségágyon, bazd meg. Aki nem tudná, mi az a kecsege, az egy borzasztó ronda, körülbelül 70 centis hal, amit hát nekünk az étlap szerint bőolajba kellett kisütni egyben, és ezt ilyen grillzöldségek közé beágyazva egy hatalmas ezüstárcán kivinni. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy 3 évig dolgoztam ezen a helyen, se előtte, se utána nem láttam ebben az étteremben kecsegét. Gondolom a főnökségnek is megvolt már egy 10 éve, úgy voltak vele, hogy tegyük rá az étlapra, hát ha valamelyik gyökér azt kéri.
Ők azt kérték zárás előtt 3 perccel. Ennek megfelelően a kecsege az a raktár legtávolabbi zugában lévő mélyhűtő legalsó polcán leledzett egy ilyen halmaz állapotban. Rettegve mentem be Bélához a konyhára, hogy elővezessem zárás előtt a kecsegét zöldségágyon. Eleve csak résnyire mertem kinyitni az ajtót, hogy a kurva anyázás ne nagyon hallatszódjon. Kurva anyám! Mondom, Béla, az a helyzet, hogy vacsorázni szeretnének. Szarok rá, brassói! Nem mondom. Kecsege zöldségágy. Akkor! Ne, mondom, Béla, itt vannak az ajtó előtt, kérlek szépen, ne anyázzál. Tudom, hogy én rontottam el, nem zártam be időbe a kaput. Kérlek még ezt a kecsegét süsd meg nekem, és az életbe semmi más nem kérek tőled soha többet. Hát te olyan hülye vagy, komolyan mondom, hogy az eszem megáll. És bement a raktár legtávolabbi zugában lévő mélyhűtő legalsó polcáról, kivette a kecsegét, a farkánál fogva hozta be a 70 centis halat, megengedte a forró vizet a mosogatóba, hogy majd ott felengedi, de közben olyat rávert vele a munkapultra, hogy azt hittem, hogy az asztal ketté törik a haltól, hogy ilyenkor kell kecsegét rendelni, kurványátokat. Elkezdte csinálni a zöld köretet, és mint egy 4 méterről csapta bele a fagyott halat a forró vízbe, hogy usszágeci. Csinálta a zöld köretet, és nagy nehezen megkapták a kecsegét, megették, leszedtem előlük, addigra írhattunk egy ilyen éjjel 11:30-t, tehát szinte csak egy 1,5 órával csúsztunk túl a záráson, és Isten az atyám, hogy én nem is udvariasságból, hanem inkább csak megszokásból kérdeztem tőlük, hogy kávét, desszertet szabad-e? Nézd rám a csávó, azt mondja, igen. Mondom, nem! Baszki, ez egy szófordulat! Hát... Elmész vendégségbe, és azt mondják, hogy érezd otthon magad, ott se vetközöl le alsógatyára. Fingasz jobbra-balra, teszed fel a lábad a dohányzóasztalra. Hát ez egy szófordulat, hogy érezzed otthon magad, nyugodjál meg, lazuljál le, de ne rendeljél desszertet éjjel 11:30-kor. És ott olyan hagyta el a számat, mint még se előtte, se azóta, se soha. Mondom, nagyon tudom ajánlani a somlói galuskát, a ház specialitása, holott tudtam, hogy az is készen van egy 3 hete, benn van a hűtőben a brassói mellett, csak arra vár, hogy nagy kanállal kis tányérra, pici fújós, ha pici csoki öntet, tessék, egyél, nem. Gundel palacsintát kérte a csávó. Ott azért úgy elindult egy izzadságcsepp a halántékomon, mert éreztem, hogy vissza kell mennem Bélával konfrontálódni a konyhára. Szokásos metódussal közelítettem meg a konyhát. Bementem, és mire beértem, Béla egy aggodalomra borzasztóan okot adó széles terpeszállásba fogadott, egy ekkorára duzzadt és lilává változott fejjel, egy óriási konyhakéssel a kezében. Még mielőtt bármit szóltam volna, így indított. Nincs, nem jár, elfogyott. Gundel palacsinta. Micsoda? Na? Gundel palacsinta. Nem mondom, Béla, kérlek, most már én is ezt gondolom róluk, kérlek még ezt a 2 gundelt süsd meg, utána esküszöm, saját kezüleg ásom el magam a kert végébe, magamra is húzom a földet, szépen betakarózom bele, csak kérlek ezt a 2 darab palacsintát. Elkezdte keverni a tésztát, és ott már jöttek a válogatott szitkok, hogy ó, hogy szakadt volna anyátokba a fejetek. Rohadtatok volna meg a pólyátokba mind a ketten. Mondom, Béla, mit akarsz? Tudnál úgy palacsintát sütni, hogy maradjon nekem is? Ebből nem, és már ment bele a cucc. Úgyhogy... És az az érdekes, hogy ezt a történetet elmeséltem egy céges rendezvényen, egy borzasztó, elegáns osztályon felüli étteremben, és megyek ki utána a teremből, szalad utánam az egyik pincér, azt mondja, te, óriási volt főleg a gundeles sztori, nálunk ugyanez van, ennél valamit? Mondom, nem szivat meg a csávó, mondom, biztos, hogy nem. De figyelj, nyugodtan, mert már elpakolták a szakácsok a svédasztalt, de nagyon szívesen előveszik a kedvedért, mondom, nem, köszönöm, mert tudom, mivel jár a plusz munka, úgyhogy ott én igazából nem ettem semmit. Köszönöm szépen a figyelmet!